No, egy hosszú éjszaka után kávéba indítani a mai utolsó napot, UFC Fight Night jön ma este. Készülünk rá, hákiek benne. Mi ez? Hú, de jó az a kóló. Mi az, ami tükör? Nagyon király, eső a szél fújta ide össze. Az örülge székkel légy szíves. Az meg. No. Szevasztok. Hajnalokig szopottunk a videóval, ami összefoglalta a második napot, de szeretitek, nézzétek, ez meg majd a utolsó nap. Jó meccsek lesznek. Eljöttünk ide a Leicester Square-re és belecsöppentünk egy rasszizmus ellenes megmozdulásba, egy mégis felmozdulásba. Páran úgy gondolták, hogy ez egy fontos dolog, mi is így kezdve. Nehogy azt mondjátok, hogy parasztok vagyunk, és nem nézzük meg ezt a gyönyörű várost, ezért eljöttünk és megmutatjuk nektek. Most először jutottunk el ide az Eiffel toronyhoz, nagyon szép, azt mondták, hogy egy picit azért magasabb lesz, de mindegy, mi ennek is örülünk. Nem jutottunk be is. Igen. Viszont a Budapest áll viszont gyönyörű itt. Néha el szokták idehozni, és akkor körbe elnézni. Most már megyünk tényleg a gálára. Vagyunk a média szobába, egy perc és kezdődik az első összecsapás, mi is megyünk ki a nézőtérre. Mit vársz, izgulsz? Shaky. Itt hátul tök jó bánnak velünk, így sajtosunkra. Elnéztek arra. Kaja pia. Minden, ami kell a maszkó piramisba, hogy mi is élvezzük ezt a gálát. Kivegyünk, elfogjuk a helyünket, aztán itt lesznek a Scrum interjúk, meccsünk. Legyünk az egyik hátsó bejáraton, és pontosan úgy, mint ahogy a fighterek kivonulnak, ez valami ilyesmi érzés lehet. Elmaradt két meccs. Emiatt van egy kis csúszás, 10 perc, aztán indulnak a bunyók. Ladies and gentlemen, we are live! Takes off Brad, one punch picket. Véget ért a gála. Itt vagyunk a sajtó központban. A Scrum videóra jön majd a főmes két főszereplője. Szépen magyarul. Hát Anderson nem biztos, csúnyán kicsapták. Jimmy pedig szépen valószínűleg egy nagyon visszafogott és kedves nyilatkozatot fog tenni itt az újságban. Had a submission that had a knockout for your record for now, to be honest, I was just joking with the world and all that. My fighting style, if I saw a die by the sword, and I say I'll fight for the fans, you know. I'll probably go for a UFC title fight, the winner out of DC and Rumble.
But at the same time, why not have a fight with David Haye?